Boldogan ölelkezik össze édesanyjával az 5 éves Noel. Néhány napja is mindent megtett annak érdekében, hogy eszméletlen édesanyjához minél előbb segítséget hívjon. A hölgyészi kisfiú azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót, és ügyesen elmondta a központnak, majd a mentőknek, hogy hol vannak és mi történt. Segélyhívó központ, jó napot kívánok, miben segíthetek? Anyám lentekszik a földön, elvigyálulva. Az édesanyja kisbabát vár, és a nagy melegben nem ivott eleget, valószínűleg ezért ájulhatott el. De van egy kezeletlen szívbetegsége is, ezért a gyermeknek már 2-3 évesen megtanította, mit kell tennie, ha elájul, hogyan kezelje a telefont és a segélyhívót, és azt is, mi a pontos címük. A 112-es segélyhívót az év bármely napján, mind a 365 napon a nap 24 órájában lehet hívni. Ezt már a szekszárdi mentőállomás vezetője mondja. Kisnagy Gyula kihangsúlyozta, a segélyhívásnál fontos, hogy a hívók a megfelelő információkat adják át a központ munkatársának. A legfontosabb az, hogy tudjuk, hogy mi történt, és el tudjuk mondani megfelelő módon, és tudjuk azt, hogy hova kérünk segítséget. Nagyon gyakran futunk bele abba a problémába, hogy aki telefonál, nincs is a helyszínen. Ebből kifolyólag nem tud nekünk pontos információkkal szolgálni. Fontos tudni, hogy az irányítási központban nem egy ember dolgozik. Miközben zajlik a hívó kikérdezése, a többi dolgozó beazonosítja a helyszínt, és azonnal indítják a mentőt. A 112-es segélyhívót egyébként 30 évvel ezelőtt hozták létre annak érdekében, hogy az emberek könnyebben tudjanak segítséget kérni a rendőrségtől, katasztrófavédelemtől, vagy akár a mentőktől. Komlósiné Kis Anett elmondása szerint egyre elterjedtebb ezen számhívása, már csak kevesen tárcsázzák a speciális 107, 105 és 104-es segélyhívó számokat. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője is elengedhetetlennek tartja, hogy a kisgyermekek a mobiltelefonon ne csak a videó lejátszás alkalmazást ismerjék. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek felkészítése nem csak a szülők feladata, hiszen már óvodában, illetve iskolában is, osztályfőnöki órán, illetve a gyerekek nevelésében az óvodákban is egyre nagyobb szerepet fordítanak arra az óvónők, illetve a pedagógusok, hogy a gyerekeket ezekre a helyzetekre felkészítsék. Tolna megyében éves szinten 10 000 esethez riasztják a mentőket.